Ha ezzel a kocsival akarunk elmenekülni, akkor viszont tényleg tegyünk benzint bele, mert akkor viszont az kevés lesz. Nem, menekülnünk nem kell. Simán hazaautózunk majd a kült, és utána én úgy tervezem a dolgokat. Ah, jó, oké. Okay. Hát tudod, te is tudod a trükket. Hát már nem emlékszem rá. Már nem emlékszem rá. Már nem emlékszem rá, de... Hát akkor... Ezt tudom, hogy itt hátulról kell bemenni? Igen, igen, igen. Egy kicsit útba vagyunk, de megint dudálok. Ne, én is mindig ide. Ez egy kicentiszta ő is. Pixeleken volt, igen. Igen, erre emlékszem erre a részre, ja. Nem, itt, ez standard így kell. Itt kell bemenni. Na, akkor majd a trükköt majd. Igen, ezért szeretek Gábor játszani, mert minden ilyen kis apró... Ez lényeges, ez lényeges. Szerintem ezt mindenki tudja, aki játszott a játékkal. Szerintem te is vissza fogsz emlékezni. Azt remélem. Én is volt, hogy csináltam a nélkül, és akkor tényleg üldöznek a rendőrök majd. De el lehet kerülni. Lehet már, igen. Itt viszont tényleg nagyon érdemes hallgatni a párbeszédeket, amiket itt lehet majd a biztonsági öröktől hallgatni, mert nagyon-nagyon vicces dolgokról beszélgetnek. Na. Illetve... Azok a piszvárok is milyen jól néznek ki. Igen, piszvárok. Igen. Nagy balhéz zene. Igen. Kis basszus. Bőből. Milyen kell, hogy nem így néznek ki Magyarországon ezek a kormányépületek, mint hatalmas betonizék. Igen, persze jön nézni. Ezt szintén el lehet azért rontani azt a részt, én úgy gondolom. Egyszerűen van checkpoint, úgyhogy... Oké. Okay. Hú, valaki ott volt szerintem. Aha, ott van. Aha. Azért kezdett el felmenni a mutató. Itt is, hogy nem azonnal vesznek észre, hanem... Igen, hogy van idő. Na, szóval itt ugye ez a trükk, hogy van egy riasztó a széfben. Uh-huh. És ha csak úgy kinyitod a... a széfet, akkor riasztja a rendőrséget, és akkor jönni fognak. De ha kikapcsolod a riasztót, akkor nem. Ez pedig, hát meg kell keresni. Ah, itt is van. És kész, így nincs riasztó. Lehet, megcsináltam. Igen, igen, ez egy nagyon ismert apróság, tehát ez is fontos a végjátszásnál. Tehát. És erre is fogunk menekülni majd. Itt már lehet hallani valami beszélet. Igen, csak mi nem halljuk annyira, hogy... Igen, igen, már aki most ugye ugye a hangfalból halljuk a játékot, és hogy ne nyomja el a hangfalból hallható hang a mi hangunkat, ezért kicsit halkabban halljuk mi. De valószínűleg ti is halkan fogjátok, úgyhogy csak ide. Na most szerzünk meg a kulcsot akkor. Igazad van, rossz felé mentem meg talán egy kicsit. Hopp, hopp, hopp. Soha fordálunk itt. Éppen arról beszél, hogy vett egy tévét amúgy. Most eltévedtem. Mindig is a zöld üveg. Igen, igen. És ott van az asztal közepén a kulcs. Ahogy azt szokták csinálni. How convenient, tudod. Igen, igen. Nagyon profi betörők is vagyunk, tehát tudunk harcolni, autót vezetni, autót szerelni. Milyen tényleg ilyen svájci biska vagyunk gyakorlatilag. Hopp, ott volt valami fény. Mindig ott ül a helyén. És pont visszament szerintem. Szóval amúgy van egy olyan párbeszéd, hogy elkezd az egyik űri, aki a tévét vette, arról beszélni, hogy... jó fejem vagyok én? Szerintem nem tudom.
de ezt biztosan tudom állítani, hogy szerintem nem tudom. Nem, fönt kellett volna maradni, ott van a szép, azt hiszem. Persze, ez nem segít. Na mindegy. Na igen, tehát beszél, hogy a... izé... Igen, és elkezdi leírni, hogy ő csinálni a számítógépes játékot, ahol így irányítja a karakteret, és ez olyan tök viccesem, úgyhogy... pont leírja ezt. Ja, tudom már, hol van a szép, igen. Most mondjam úgy. Csak most én ezt hogy kerüljem ki, amíg pofázik, nem tudom kikerülni nagyon. Ha előtte megyek, az nem jó, mert akkor az veszélyes. Nem, nem mögötte, akkor igen, csak mögötte tudsz. Hol van most helyileg? Ott van, másik fönt, úgyhogy ja, átsételek, akkor meg azért nem jó. Tehát egyik irányba se jó. Vágom. És keresztül kell mennem itt pedig. Mindig viszont hallottunk egy vicces párbeszédet. Ugye hát el fog menni, remélem. Ez is megtörtént, ugye? Így van, így van. Megkönnyebbülés. Igen. Kérdés, hogy erre jön el a lépcsőn, vagy sem. Nem hiszem. Én sem. Eddig nem jött erre. Nekem pedig... merre kell menni, ugye? Olyan labirintus szerű az izé, hogy néha eltévedek. Amerikai zászló persze mindenhol. Most imádkozok, hogy itt ne legyen senki, mert... Pont a másik oldalon van még szerintem. Ja, most megy lefelé. Igen. Új, ott is van. Sétál egy igen. Masszis alatt. Akkor menjünk vissza a másik sarokba, igen. Ah, itt jó. Neki jó, ha erre végsétel, de... Igen, jó, oké, most már mehet. Most már jó. Ott világít. Igen, igen, az lesz az. Csak fel kellett volna jönni a középső lépcsőn, és nem megkerülni az egészet, és akkor tök jó lett volna. Mindegy. De izgalmasabb volt. Igen. És hát ha nem lenne ám lockpick, akkor itt meg is akadna a küldetés, ugye? Tehát... Csak azért vicces magyarul, hogy nem beszélt senki. És tényleg. Mi is kell nekünk valami papír csak? Hát ez a... És hívják ez ilyen benzin, ilyen gas stampnek mondják, ja, hogy... Ja tényleg, igen. Gyakoriban ment a nagy seftelés ezzel. Igen. Ezt biztos nem hallották meg az őrök. Ott jön igen. Fel. Igen. És most berugnám az ajtót, igen. Így. What a bitch. Hogy nem vagyok ilyen módban, lopakodó módban. Már amennyire ez ilyen lopakodó mód, hogy egy kis görnyettel haladunk. Úgy néz ki, hogy sikerül a misszió minden. Bábor, ez... 10/10. Azt mondod, egy kicsit eltévedtem itt ott meg. De hogy... Lényeg, hogy megvan a...
Ennek az alja, ahol most vagy, ez tiszta lenni, szerintem a Mafia 1-be is volt a banknak az alja, azt hiszem az nézett hasonló módon. Nem is tudom, de valami nagyon rémlik. Mafia 1-jel kapcsolatban, igen. Egy fog. És de kazánházja. Még csukva volt, de... Mágikusan kinyílt. Igen, mágikusan kinyílt. Ez tényleg egyszerű munka volt. Ugye? Kicsit hátrébben megnézi a kerítést. És lehet is hazafelé. Hazafelé? Nem is hazafelé megyünk, még vissza a bárba. Igen, és onnét hazafelé. Hát, még nem. Még nem? Nem? Mi lesz még? Hát, nem is tudom. Ja, csöves itt. Igen. És de tőlem válthatunk autót is, ha úgy gondolod. Igen, igazad van. Egy van, amivel nem számoltam. Ide kell mennünk. Bár... Lehet érdemesebben a biztonság kedvére előtte menni tankolni. A Body Shop? A benzinkút volt, nem? Nem, az Body Shop. A benzinkútról vetted el a izét. A waypointot. Az a gas station, ez az. Igen, oda szeretnék menni. Benzin nem drága, hogyha jól emlékszem. Nem hiszem. Sőt... Ó, persze, még zsaruk is. Ezekkel nem kell foglalkozni ebben a játékban. Nézd meg, nem tud elkanyarodni az utcára. Mondom én, aki ez a első kanyarban. Megy körbe tényleg! Szerencsétlen, az sem fog fizetésem, hogy egy kapni ideig. És itt is van. Itt így is sikerült a másik oldalra átesni a lónak, nem vagy? 3 dolcsiba kerül. És akkor mindig van valami párbeszéd, emlékszem. A Mafia 1-ben is lehetett tankolni, de soha nem volt szükség rá. Hoppá, megemelkedett az autó. Come back anytime. Hát igen. Na jó, zsaljunk akkor. Jaj. Körözés is elmúlt, nagyszerű. Ennél jobban nem is kezdhettünk. Igen. Olyan üvegszerű néha az út. Igen, hát gondolom, annyira le van fagyva, gondolom. De tényleg amúgy ilyen nagyon, nyáron nagyon is, sík. Nyáron is simán, szóval. Nagyon sík az engél. Egy kátyú nincs itt, figyelem. Most olyan szépen parkolunk. No. Megint eszik valaki, ugye? Igen, mindig zabálnak ebben a voltatban. Imád, hogy mondtam az előzőben, és imádtam, hogy ilyen elegánsan jártak az emberek ebben a korban. Itt már annyira nem talán. De hát te jó sofőr vagy. Mondjuk, de ezzel kapcsolatban egy vicces sztori amúgy. Na, halljuk. Amikor először játszottam a játékkal, ugye megy az idő, eléggé ki van számolva, meg lehet csinálni abszolút. De én tudod, hogy hogy csináltam meg? Na. Én nem tudtam, hogy lehet dudálni. Aha. A benzinkutaknál, és én mindig kiszálltam az autóból, kinyitottam az ajtót, besétáltam, oda mentem az emberhez. Csá! És utána vissza az egészet. És így csináltam meg. És nem sikerült, vagy harmadszorra sikerült, és nem értettem, hogy mondom. Pedig én elméletileg jól játszom ezzel, jól szoktam vezetni általában. Tehát, hogy
hogy ennyire béna vagyok, vagy miért nem megy ez nekem. És, ez ugyanez, mint én a Scott Pilgrim a világ ellen, amit elmondtam végigjátszásba, de elmondom akkor neked is, hogy igen. Az volt, hogy elkezdtem ezt, és az utolsó, elég jól játszottam vele én is, úgy beat up játéktól egész jól megy, és az utolsó pályának az utolsó fejlesztően nem tudtam tovább jutni, mindig megöltek, és nem értettem, hogy miért. Igen. És így, tehát hogy megvetted a fejlesztéseket a karakterekhez, mondom, mi van? Mondtak, hogy persze, hogy van HP növelő, erős izé, nem tudom, hogy és a játék legvégig úgy jutottam el, hogy semmilyen formában nem fejlesztettem a karakteremet. Na most mi van? Megnyomtam a dudát. Várjál. Na jó. Jó kis essalakba lemehetünk. És az összeset meg kell látogatni. Az összeset, igen, az összeset. És elég el is pazaroltuk itt az időt most, de... Mindegy, belefél. Ahhoz képest, hogy nem szálltam, kimentem be és próbáltam személyesen beszélni vele, tehát egy... És hát egy ilyen autóval ezért ezt írjuk megcsinálni. Ja, igen, most ez mondjuk egy nagy előny nekünk, hogy... Egy jó sofőr, egy jó autó, mi kell még? GPS! Tehát, hogy... GPS is van, igen. Innen itt az E betűt kell majd nyomnia. Azt nyomtam, de ja. Aztán valószínűleg tovább mentem és nem regisztráltam. És milyen rossz, hogy megy a párbeszéd közben az idő? Az köcsök dala, igen. Ugye a térkép közben is ment. Ah, kicsit túlnyomtam a gázt. Ja, menjünk arra akkor. Mennyivel hangulatosabb így a játék, hogy belső nézetből játszasz tényleg? Jó, jobban érzed, hogy hogyan mozog az autó. Így abszolút, amikor így kipörög a hátulja, vagy érzed, hogy megcsúszik, ez sokkal jobban így átjön, vagy sokkal jobban tudod kontrollálni is. Vágom. Ezért nyilván, hogy így szokták amúgy is játszani talán. Nem tudom, a Mafia 2 ez a végigjátszásunk, hogy most elkezdtünk, mennyire sikeres, de... A Mafia 1-et azért páran megnézték, de nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy Gáborral együtt nagyon szeretnénk magas fosatokat Budapestre, hogy légy szív, tehát hogy most is szeretném légy ezt a témát felhozni újra, hogy nem felejtettük el, mi pályáznánk te erre, hogy ezt így szeretnénk propagálni. Igen. Ez a másik dolog, amit még kell említeni a kapcsolatban, hogy a Mafia 1-ben fel lehetett szállni a villamosra, igen. Fel lehetett szállni a metróra, itt nem lehet felszállni. Szégyen. Ott van a megálló, meg vannak építve a metró megállók, és nem lehet felszállni rá, tehát tök ciki. Na. Én meg itt az átlag játékos előtt oda akarom metrózni egyetlen, nem. Borzasztó. Ugye? Megvonják tőlünk ezt a lehetőséget a csehek. Így van. Hogy a fenntartató környezet védelmében mi is metróra szálljunk, ne pedig az autóval szennyezik a levegőt, ugye? Ma akkoriban is figyeltek erre, milyen nagyszerű. Így van, így van. Az ilyen jó kis benzinfaluk idején még el se jött, tudod? Ó, azt hiszem 50-es, 60-as évek, azt hiszem. Ja. Kicsit akad a játék. Igen. Lehet azért, mert telik a vinyó amúgy. Nem biztos, mert amúgy szerintem valami egy kicsit rosszul van leprogramozva, mert nekem is szokott egy kicsit szaggatni. Lehet, hogy aztán tényleg csak azért már megy a fraps közben, hogy minden. Ja. De az képest jó bírja a gépem, úgyhogy örülök, hogy jó szuperál. Gyakorlatilag a Mafia óta nem vettem föl PC-n végigjátszást, úgyhogy... Pedig ezért vettem elsősorban a gépet, hogy vagy ó, vagy milyen jó lesz faszal ezt PC-ről felvenni, úgyhogy most lehet, hogy meghozod a kedvem, hogy egy kis... Hajaj. Igen. Hát ha akarsz egyszer egy Trackmania végigjátszást... Ha, simán. Simán. Szerintem annak rohadna sikere lenne viccen kívül. Tényleg, én... Végcsüljük a Nadeo pályákat? Vagy simán. Nadeo medál, run. Na jó, nem kell Nadeo medálra az összeset. Nem. De mondjuk... Okay.
Jabot? Nem akarok visszafogni. Nem. Vannak olyan pályák, ahol nem idegesíteném magam a Nadeum medállal, azt hiszem. De valószínűleg meg tudnád csinálni azért, tehát hogyha nagyon ráfeküdnél, szerintem simán. Valószínűleg igen, persze. Tehát... De ja, figyelj, én, ezzel, én olyan szinten ezzel örömmel, hogy nagyon, tehát... Most már eléggé lecsökkent szerintem a játékos bázisa. De pont azért lenne most ilyen nagy boom, hogy hú, valaki csinál Trackmania végigjátszást magyarul. Nem, ez beharangozni hangzik jól, hogy Trackmania végigjátszás. Wow. Akkor, wow, mit csinálsz? Játszod végig a Trackmania? Igen, ezek megcsinálták lehetetlen, hogy végigjátszották Trackmania-t. Pedig. Ha tudnánk, hogy mi a Gábor pályája után bármelyik pálya könnyűnek tűnik a Trackmania-ban. Ez garantálom. De ezek nagyon rossz pályák voltak, hogy ne szígy. Nem. Fél, az akkor olyan menőnek tűnt. Két német feladta a tovább. Akikkel nem tudom, ilyen leaderboard, ilyen legendák voltak, és így 5 perc után kiléptek, hogy tovább ment épizit. És így, wow. Igen, az a töltsér ott bent, fú, az elég radikális volt, emlékszem. Az nagyon. Az volt a nagy ötletem, hogy az van, milyen jó lesz, aztán. Fél, az ötlet jó volt. De aztán később, amikor Klánba játszottam, de az sokkal később volt, mert... Ja, meg bocs, SSI volt Klánba, és csak hogy így halkan megjegyzem, hogy... Igen. Tudjuk azért, hogy hol a helyünk. Sőt, ezt azt nem is értettem akkor, mert nem játszottam nagyon velük. Mert nem is tudom, csak éppen meguntam. Nem akarsz egy új waypontot, hogy... De éppen kerestem, hogy á, most jön az, hogy át kell mennie. És azon a többit csak extraként kell megcsinálni bónusz pénzre, hogyha jól emlékszem. Nem, az, amik ki vannak jelölve, oda kell elmenni utána végre. De most 5-öt megcsináltunk, és van még 3 hely. Ja. Hát megcsináljuk, fia, van időnk. Jó, oké. Hát. Mert akkor biztos nem kell autókat törni. Ja. Ez a rész. Ja. A belváros felhőkarcolókkal. Na igen, tehát amikor Klánba játszottál. Igen. Volt, hogy be is neveztek az ESR-re ott a többiek. Uh-huh. Azt mondtam, hogy inkább ciki volt, amikor az ott a nagy ilyen profi klánok, ilyen Dignitas, meg ilyenekkel. Úgyhogy ott voltam ilyen kis zsertet, és itt szerintem, hogy a selejtezőknél kibuktunk a francba. Hát figyelj, hát. De... Megesik. Nem vesztettetek semmit, tapasztalat. Én nem játszottam akkor már velük, szerencsére. Mm. De... Most megkapták! Ugye? Burn. Mi is volt a neved? Vasili? Ott vasszosználtad? Nem, a Klan nem az más volt, ezt most nem akarom használni. Ja, jó, nem lehet. Hát, ha véletlenül valaki, aki... Véletlenül. Így van. Akkor felvettem egy új nevet, amikor oda beléptem. Pont hírek mennek. Igen. És nézd, az most észre se vettem eddig, hogy a propeller az elején ott forog, hogy a nyomógázt. Na, úgy tűnik, hogy megcsináljuk, akkor nem engedi a többit. Nézzük fel. Aha, akkor ennyi, vége a küldinek. Most kell, hogy kiírja szerintem majd. Yeah, to finish the mission, go to Joe's. Ez egy jó hosszú út, lesz, yeah. Csak sok egyenesre, úgyhogy lehet neki nyomni. Jó, van, csapassuk neki. Benzin is van. Igen. Motorháztat, hogy nincs, de benzin van. Látjuk a propert, ez így még menőbb is tulajdonképpen, most sokkal ilyen hotrodosabb a kinézet. Azt hiszem, igen. Igazából nem tettük tönkre az autót, hanem átépítettük hotroddal. Így van. Menet közben építettük el. Ez amit vannak azok az autók, tudod, hogy van a tuning. Igen. És a tuningon belül vannak azok, akik ezek a rozsdás, tudod, minél rozsdásabb legyen, igen, meg nem igen, tudom, igen. Ami szerintem fasság, de biztos van benne valami öröm, vagy nem tudom, aki ezt csinálja, de így, ja, hogy így művész ilyen rozsdás, meg nem tudom, ilyen ütött kopott. Az ilyen Mad Max tuning, vagy nem tudom, hogy lehet mondani. Igen, Mad Max tuning, ez találom. Tudod, mit hiányolnék egyedül az 50-es évekből? Na mit? Vagy a 40-es évekből, 50-es évekből? Az animét, akkor úgy nem volt. Hát legalábbis... AI. És nézd, hogy csúszkál ez a
Azért a visszapillantó tükröt nem tanulták meg használni. Igen, emlékszem, hogy az a sofőr AI az nagyon retardált, most így beugrott, igen, hogy PSH-on is emlékszem, mind néztem, hogy így what? Ne. Minden, tél nem, és este ennyi hangulatosabb nem is lehetne szerintem. Nem, nem amúgy, abszolút. Csak hogyha lehetne rendesen kormánnyal is irányítani ja, hát, a szart. Bocs, igen, igen. Elnézést. Akkor így ilyen 40 km per órával így végigdöccögnék és így megnéznék. Sose lenne vége a videó. Így van, így van, az a baj csak, igen. Most a helyhiány miatt is érdemes. Ja, igen, 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 igen. Pörögjünk, mint a Sonic. Mafia 2. Első részem, hogy elkezdtük. Igen. Fel kell dolgoznom ezt az örömélményt, hogy hát ilyet. Remélem még lesz egy ilyen 3-4 órás cutscene, ami most mit bedob minket a játék. Nem, ilyenkor csak lefekszik a dívenyel szerintem a karakter, aztán. Jól van, jól van. Elrakjuk magunkat holnapra. Nem sérültünk szóval meg mindenre. Nem kell enni, inni most. Igen, igen, igen. Nem, mint amúgy sok értelme lenne, hiszen egyszer megülnek, úgyis lemegy. Aztán ja, mert végülis hárdon, igen. Easy még talán. Nem, nem, easy sem megy vissza, ez úgy van megcsinálva, tehát, hogy az életed egy harmada, az csak akkor töltödik vissza, ha elszállod. Jó, fekvénybe is csukjuk az ajtót, aztán... Kéne egy olyan, hogy felát venni, felülni a pizsitől a gardróban, és akkor... Igen. Press F2, felülni a pizsit. Igen. Murphy törvénye. Húha. Ja. Little Italy. Minden játéba kell Little Italy. Olyan nincs, vagy nem? Olyan nincs, vagy nincs. Amúgy nem gondolnám, hogy az 50-es években, 40-es években ennyire jó volt a fűtés technika, meg a hőszigetelés egy pont ezt télen... akartam mondani, hogy... Igen, neked is érzetet teszed, de igen. Nézd meg az az ablakot, tehát... Igen, tehát úgy képzelem, hogy így érzem a hideget, hogy oda állok elő. Ugye nagymamámnak a háza az akkoriban épült, és el tudom mondani, hogy igen, azok az ablakok nem jók. Jól van. Na, szerintem akkor köszönjünk el. Ezzel a sörrel. Jó. Legközelebb folytatjuk. Sziasztok.